Kiállítással ünnepelte fennállásának 28. évfordulóját a Nagyváradi Tibor Ernő Galéria. A tárlaton az absztraktól a naturálisig, a tájképtől a figurálisig számos stílusban láthatók a bihari képzőművészek alkotásai. Tavasz a bihari tájakon, hegyközben is a Sebeskörös partján. A tájképek mellett a fantázialkotások is a rügyfakadást, az ébredést hirdetik. Az erőszínek ellenére a csend és a nyugalom és az egyensúly van előtérben. Hát itt is látszik a három sík elosztása, a középrendszerben van a történés, egy energiavonal, a gömb szimbóluma, a rügyfakadás, a kör, a nap, az aranyság. Bánházi Gyöngyi akvarellét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ihlette. Március Idusa szellemében, az lenne a címe, a színek kimondottan piros-fehér-zöld, magát a kokárdának és a nemzeti zászlónak a színeit ábrázolják, tehát ebben a színvilágban született meg maga a munka. A Tibor Ernő Galériában 22 művész állította ki mintegy 50 alkotását. Megtaláljuk az absztraktól elkezdve a naturálist, a tájképtől a figurálist. A Kanonok Sori Tibor Ernő Galéria ezzel a tárlattal ünnepli fennállásának 28. évfordulóját Nagyváradon.